Kabaréklub Balatonfüredről. Szerkesztő Sinkó Péter. Első rész. Összeállította és konferál Litkai Gergely. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Mai rádió kabarénk mottójának egy fiatalkori versem két sorát választottam, mivel nem jogdíjas. A félelem átoson, a fejre húzott vánkoson. Nem tudom, ki félt már önök közül. Nem kell félni, nyugodtan lehet jelentkezni. Nem tudom, hogy vannak vele, de hogy idősebb leszek, egyre többet félek. Görcsben van a gyomrom, szorít a szívem, és mintha egy présgép nyomna a mellem. Nem tudom, ki volt az a barom, aki kitalálta, hogy jobb félni, mint megijedni. Mostanában a legváltozatosabb dolgoktól tudok rettegni. Ilyenek például a román kisbuszok az autópályán. Az ember bekapcsolja a híradót, most már a 80%-ában román kisbuszok szerepelnek, felborult, kigyulladt, körforgalomban tolatott. Azért lássuk be, ennek nem sok értelme van, tehát ez a benzinspórolás legaljasabb módja. Egy ilyen román kisbuszos az alvajáró gépesített változata, egy bármikor haszonvassá alakulni tudó Transformers, ilyen kamikáze bombázók, akik mikrobusszal járnak munkába. Szerintem kétszer annyi kilométert vezetnek, mert bóbiskolás közben mennek így jobbra-balra, mint Szűrös Mátyás. Onnan tudod, hogy egy román kisbuszos nem csak alszik, hanem álmodik is, hogy mindkét szalagkorlátot érinti. Nekem van megoldási javaslatom erre a problémára, a határon Red Bullt kéne osztani nekik, tehát nem így tahográfot ellenőrizni ezt-azt. Red Bull egy bizonyos szemrés méret alatt speed. És akkor lenne egy ilyen program, utazzon román kisbuszon, pislogás nélkül át Magyarországon. Nagyon sok életet mentene meg. El tudom képzelni, hogy milyen rémálmai vannak egy ilyen román kisbuszosnak, tehát így alszik, és arra riadt, hogy jön magával szemben. Én múltkor azt álmodtam, hogy nem tudok felébredni. Igazi patthelyzet. Azt kell, hogy mondjam, mintha az eredet végtelenített DVD változatát néztem volna. Aki nem látta volna a filmet, ez egy film arról, hogy emberek azt álmodják, hogy azt álmodják, hogy azt álmodják, hogy álmodnak álmukban. A gyerek viszont a múltkor nem akart felkelni, mert azt álmodta, hogy szárnyas pónin lovagol, és még volt egy 5000-ese. Én eleve rettegek a gyerekeknek szóló reklámoktól, szerintem be kellene vezetni a figyelmeztető feliratot, a következő reklámblokk 5000 forintnál drágább játékot tartalmaz, még az utolsó pillanatban el tudja kapcsolni. Tehát félünk és tehetetlenek vagyunk, és újra felmerült, hogy be kellene vezetni a halálbüntetést. Még Hajdú Péter is kiállt a halálbüntetés mellett, óriási mákja, hogy nincs ízlésrendőrség, mert akkor valószínűleg vele avatnák a vesztőhelyet. Ősi jogelv ugye a szemet szemért, fogat fogért. Nálunk is pártolják a kelet-európai sariát, ugye ezt az iszlám bíráskodás, például aki megerőszakol valakit, azt erőszakolják meg. Mondjuk nem lenne annyira népszerű az ítélet végrehajtói pálya. Lacikám, nehéz hétvégéd lesz, most ítéltek előtt nemi erőszakost. Akkor inkább beteget jelente. Múltkor is hozzám hozták be a szatírokat, 5 napig ballonkabátban voltam a zárka soron. Nyilván ez megoldás lehetne, például a betörőköz betörnek, sikkasztók pénzét elsikasztja az állam, a nyugdíjasokéval együtt. Ez már ugye egyben bűnmegelőzés is, ha elsikasztották a pénzed, más már nem tudja. De azért van pár olyan bűncselekmény, ahol ez nem könnyű. Például az ittas vezetőkkel mi lesz? Azokat majd ittasan igazoltatják?
forgalmit, meg a többi cuccot, apa. És akinek magasabb a véralkohol szintje, az nyer. Egy paradoxonra hívnám fel a figyelmet ezzel egyidejűleg. Az idei költségvetési évben a költségvetésben a kormány 33 milliárd forintnyi szabálysértési bírságot tervezett be. Ugye a bírság lényege az elrettentés, ami elég jelentős ellentmondás, hiszen ha elrettenteni valóban az állampolgárokat, nem lenne költségvetési bevétel, tehát ha követjük a szabályokat, csődbe megy az állam. Ugye mit tehet az állam, ha követjük a szabályokat, szigorít rajtuk, hogy mégis legyen bevétel? Például mindenki lakott területen belül 50-nel megy, leveszik 20-ra. Vagy fizesz, vagy a büdös életben nem érsz haza paraszt. Vagy otthon sem dohányozhatsz 5 méterre a bejárattól, ugye cigizgetünk 50 ezer forint. Vagy ha nem fér el az adóbevallásod egy sör alátéten, akkor még 10% a bevallás területével arányosan, amit be kell fizetni. Úgyhogy a félelem bennünk van, félelemben tartunk másokat, és minket is félelemben tartanak, pedig tudjuk, hogy a legrosszabb esetben meghalunk. Sőt, minden esetben meghalunk. Erről fog szólni mai kabarénk. Ne féljenek nevetni rajta. Mindannyian félünk a repüléstől. Kedvenc történetem, amikor egy ilyen kopasz ember utaztatta barátnőjét egy ilyen fapados járaton, és oktatta, hogy miről szól a repülés, mondta neki: Szandra, kimész a budiba, arra nagyon vigyázzál, hogy le ne húzzad, mert akkor ott a vákum, hogyha nem tátod ki a szájadat, kirepedik a dobhártyát, Szandra. Hadházi László, Pataki Balázs és Litkai Gergely jelenetét előadja Hadházi László, Lengyel Tamás és Murányi Tünde. Bocsánat, ön az első tiszt? Igen. Akkor megkérhetném, hogy ne ide az első osztályra üljön. Nem hova? A pilóta fülkébe. Ja, persze. Csak kipróbáltam, milyen itt, még sose ültem ilyen nagy gépen. Milyen. Ez lesz az első repülése? Böingel, igen. Eddig ilyen mezőgazdasági pilóta voltam. Szervusz, Péter! Ah! Úristen, ne ijeszkess, megnyomok valami gombot, aztán hirtelen felszállunk. Na, bemutatom az új első tisztet, én megyek. Intézem az utasokat. Szevasz, Otto vagyok. Szép lakályos fülke. Jó sok tükör. Tudod, kicsit tágítja a teret. Ja, és nem zavaró, hogy nem lehet kilátni az ablakon? Hát van egy kis klausztrofóbiám. Gyerekkoromban a Vidám Parkban benfelejtettek az űrrakétában 400 körre. De már jól vagyok. Hát örülök, hogy megismertelek. Szevasz. Szevasz. Milyen jó erőben vagy. Gyúrsz? Mi? Gyúrsz? Nem, csak a felfújt karúszókat felvettem az akó alá. Nagyon helyes. Első a biztonság. Melyik az én székem? Ez itt a bal oldalon. De bal oldalon a kapitány szokott. Igen, de én bal oldalon mindig hányuk. Jó, helyet cserélhetünk. Te most háttal fordítod a széket? Igen, tériszonyom is van. Ha lehetne, inkább burulva mennék Londonba. Nem hiszem, hogy jó ötlet, parancsnok. Fú, akkor inkább te szállj föl. Megoldható, csak vannak még rossz beidegződéseim a mezőgazdasági időkből. Például micsoda? Felszállásnál úgy 300 méterig még oké a dolog, de ha meglátok egy napra forgó táblát, elkezdek felette körözni, és kiengedem a bőröndöket. Meg, ha majd a Balaton fölé érünk, akkor vedd már át, jó? Muszáj? Hát jó lenne, nehogy lemenjek 80 méterre, és elkezdjem írtani a szúnyogokat, tudom. A múltkor olyan mélyrepülésben voltam lellén, hogy a gázvezetéket is elvágtam. Ja. Viszont, figyelj, a jobb szárnyal bármikor el tudok hozni egy lángost a csopa kis strandról. Jó, akkor majd átveszem. Látom, már tankolják a gépet. Te, ki ez a reverendás fickó a töltőpisztolyjal ott? Hát, tankolásnál mindig kérek papot, hogy megáldja a kerozint. Néha keverjük szentelt vízzel is.
És a slusszkulcsom mi ez a 8-as biliárdgolyó? Ez valami kabala? Stressz ellen van. Ha félek, bekapom. Most is bent van egy, de nem ott. De legalább a Wunderbaumot vegyük már le innen a visszapillantó tükörről. Dehogy is, azért van, hogy ne lássam, milyen magasan vagyunk. Ja, és a szőrkormány? Nagyon durván izzad a tenyerem. Múltkor mentünk Máltára, és 10 000 méteren úgy elkezdtem izzadni, hogy 30 milliméter eső lett belőle Szegeden. Figyelj, tudom, hogy nem szabályos, de van nálam lapos üveg. Kérsz egy kortyot? Á, nem, dehogy is. Nem. Nyugtatóra reggel soha. Ó, várjál, anyám, hív fel, kell vennem. Fiúkák, boarding completed. Yes, yes, my name is Otto. I am from Hungary. I like reading. How do you do? Mi van? Hát, még csak az első leckénél járok angolban. TS pilótaként elég volt káromkodni. Csak azt akartam mondani, hogy befejeztük a beszállást, indulhatunk. Persze, mama, megvan az olvasó szemüvegem is. Most nem fogok visszatolatni értevecsésre. Jó, puszi, anya. Azt mondják, a lányok készen vagyunk az indulásra. Mi lenne, ha te beszélnél a toronnyal? Nekem gombóc van a torkomban. Na jó, de mondjuk én nem ismerek ott senkit, de megpróbálom. Haló, torony, brékó, brékó. Nem jó. Angolul kéne. Jó. Haló, turm, ich. Ich bin Otto. Start in the egg up. Réko, most mi van? Mi ez a hang a rádióban? Azt hiszem, imádkoznak. Szerintem nézzük akkor a checklistát. Checklista? Megvan. Fiúk, az utasok már nagyon nyugtalanok. Ők nyugtalanok, amikor nekem kell itt vezetnem ilyen szűk helyen is magasan? De kérdezik, hogy miért van felfújva a vészcsúszda? Hát arra gondoltam, ha zuhanunk, azzal már nem kéne bíbelődni. Oké, de miért az utastérbe nyitottátok? Mondd nekik, hogy ez egy wellness élményjárat. Hát, ahogy gondoljátok. Lassan fel kéne szállni. De nagyon lassan. Hát jó, előbb még köszöntem az utasokat. Hölgyeim és uraim, kedves egybegyűltek. Itt a kapitány beszél. Köszöntöm Önöket a fedélzeten, a kollégám nevében is, aki éppen... Na, majd később beszélünk. Otto, veszed le róla a kezed. Nézze már, kapitány, bejött a safety car. Biztos kutya van a kifutópályán. Lassabban, azt nem üldözni kell, csak követni. Ja. Na, akkor Isten a biztonságos megérkezésre. Halló, turm, Roger, nekifutunk. Jaj, Istenem! A francba ez elájult. Liszt Ferenc, we have a problem. Az utóbbi időben egyre több író kerül be a Nemzeti Alaptantervbe. Tóth Szabolcs annak járt utána, milyen folyamatok, milyen megalapozott döntések előzik meg ezt. A jelenetet előadja Janklovics Péter, Elek Ferenc, Lengyel Tamás és Aradi Tibor. Szóval ideje végre eldönteni, hogy ki legyen a nemzet írója. Jegyző, készen áll? Szen áll. Tessék? Azt kérdeztem, hogy készen áll? Tem, hogy készen áll. Mire? Úgy látom, készen. Tom, készen. Van valakinek javaslata, hogy ki legyen a nemzet írója? Petőfi? Arra a Petőfire gondolsz? Miért? Hányat ismersz? Ja, csak egyet. Na, akkor az. De az nem költő volt?
A nemzet íróját keressük, uraim. Elég volt a politikai vitákból, az ilyen-olyan hamucipelésből. Le kell szögeznünk, hogy mától ki a nemzet írója, és kész. Kész. Kész? Kész? Mehetünk haza? Te csak írj és kussolj, barom. Barom? Én azt javaslom, legyen a nemzet írója Kaszab Rudolf. Arra a Kaszab Rudolfra gondol? Miért hányat ismersz? Hát egyet se. Na akkor arra. Ja. De ha nem ismeri senki? Hát éppen ez az. Ha senki nem ismeri, akkor senki nem kérdőjelezheti meg, hogy ő-e a nemzet írója. Punktú. Szakállas volt? Ez jó kérdés. Hát, milyen nemzet az, amelyiknek nem szakállas az írója? Igaz, akkor szakállas volt. Arra a szakállasra gondol? Miért? Hány szakállast ismersz? Ja, igen, igen. Akkor arra. Uh-huh. De ugye nem hasonlít József Attilára? Hát nem mi döntjük el? Igaz, akkor nem hasonlított senkire. Jókai Mórra sem? Hány Jókait ismersz? Csak egyet. Na, akkor azért. Ha. Tehát mi kifogás van még Kaszab Rudolf ellen? Hány centi volt? Mondjuk olyan 180 magas, és jó vastag. Ajjajjajjaj, nem jó, nem jó. Valami vékony kellene, aki éhezett. Aha, nem rossz, folytasd. Olyan kell, akiről ha szobrot csinálnak, ne érjék el a fémtolvajok a fejét. Na erre jó a lovas szobor. Tényleg? Volt lova? Hány lovat írjunk be? Hát legyen egy, amelyik ugye ott van a szobron, egy, amelyen a Margit szigetre jár, és egy, amelyen a CBA előtt áll. CBA? Hát nem kellenek szponzorok? Igaz, akkor legyen a CBA előtt. Jó. Még valami? Arra a CBA-ra gondoltok? Na jó, elegem van belőle, csak akkor szólj, ha kérdésed van. Na jó, de ez kérdés volt. Nem baj. Más? Mit írt ez a Kaszab Rudolf? Fogalmam sincs, szerintem semmit. Uh-huh. Na, az jó, akkor nem lehet ráfogni semmit. Na, ez a lényeg. Éljen Kaszab Rudolf, a nemzet írója. Szobácsi Gergely következik, aki új arc, friss hús itt a Rádió Kabaréban. Ez a debütálása, ami bemutatkozást jelent. Szobácsi Gergely következik. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Én Szobácsi Gergő vagyok, évről évre kevésbé ismert humorista. Tavaly Nagyvázsonyban ugyanezen a fesztiválon már majdnem fölismertek, át egy srác a sátor mellett, így nyomkodta a telefonját, rám nézett. Nem te vagy a Szobácsi Gergő? Mondom, de igen, én vagyok az. Mire így újra elkezdte nyomkodni a telefonját, és mondta, hogy be van kapcsolva a Bluetooth-od, úgyhogy így... Ennyire vagyok híres. Na hát, nagyon örülök neki, hogy végre Balatonon találkozunk. Én egyébként Budapesten lakom Bruce Willis-szel. Hát én egyébként pár napja itt vagyok már Balatonon. A napjaimat főleg strandokon töltöm. Én nem nagyon szeretek strandra járni, mert ott ugye le kell vetkőzni, és az a rengeteg irigykedő tekintet engem nagyon zavar. Tavaly már én is a pólóban fürdők társaságát gyarapítottam, de nem azért, mert így annyira szégyelném a testemet, csak így rám szorult egész egyszerűen, és így nem bírtam levenni. Ez viszont megvédett barátnőmtől, mert ő meg állandóan be akar kenni ilyen kenceficékkel. Múltkor vett ilyen naptejet, amiben van mépempő. Nem tudtam, mi az a mépempő, utána olvastam, ez felöklendezett virágpor, amivel a nagy méhecskék etetik a kis méhecskéket, gyakorlatilag méhecskehányás. Hát mi ilyen szórakozó hely környékén lakunk, nekünk szombat esténként ilyen részekpempővel van megborítva az utca, de az azért nem ugyanaz. És én elgondolkoztam rajta, hogy vajon ezt a méhecske hányást, ezt hogy állítják elő a gyárban. Arra jutottam, hogy valószínűleg bulémiás méheket hánytatnak úgy, hogy csúfolják őket, hogy dagat vagy, csúnya vagy. Hát hogy áll neked a csíkos, nézd már meg. Köszönöm szépen.
Amúgy nekem a méhecske a kedvenc állatom, az evolúció csodájának tartom, ugyanis évmilliók alatt egyetlen egy védekezési mechanizmus sikerült kifejleszteni, ez a odajön, beléd csíp, beléd szakad a fullánkja, és megdöglik te. Ehhez csak gratulálni tudok. Ez egy kicsit nekem olyan, mintha megtámadnának az utcán, de én önvédelemből agyonverném saját magamat, hogy... Hozzám te nem fogsz érni, öcsém, mire megmozdulsz, rég halott leszek. Köszönöm. Na de nagyon elkanyarodtam a strandoktól. A strandokon még a kedvenceim azok a büfések. Én megértem, hogy ugye egy szezon alatt kell az egész évi betevőjüket megtermelni, de azért a bejáratnál a kempinget Kempinskinek olvasni azért elég súlyos hiba. Ráadásul így semmire nem mondják azt, hogy nincs. Én is múltkor oda mentem az egyikhez, kérdeztem, hogy hack van. Csá, hogy elgondolkozik, azt mondja, hát, megoldjuk. Mondom, ne oldjátok meg, tehát. Vagy van, vagy nincs. Tehát az, hogy így bepaníroztok nekem egy hajsütővasat, én azért nem sokra megyek. De egyébként barátnőm is nagyon odafigyel az étkezésemre. Múltkor becsomagolt nekem egy fél uborkát, amit előző napról hagytam meg. Fölhívtam, hogy mondom, tényleg képes volt-e becsomagolni azt a fél uborkát, amit tegnap meghagytam? Azt mondja, persze. Tudod, milyen drága? Szerinted az uborka az csak úgy terem? Hát én meg voltam róla győződve. Mondjuk amúgy nem nagyon ehetek, mert hát fogyókúrára vagyok fogva. Nyár elején elkezdtem egy fogyókúrát. Első héten híztam tőle 2 kilót. Gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, úgyhogy ha ez így folytatódik tovább, akkor leszek vagy 130 kiló, mire lefogyok. De így... A tudományhoz fordultam segítségért, vettem ilyen fogyasztó tablettákat magamnak. Ugyan rá volt írva, hogy hirtelen és váratlan székletürítést eredményezhet, de hogy ennyire hirtelen meg, hogy ennyire váratlan, erről nem volt szó. Belváros közepén mentem autóval. Mikor sárgára váltott a lámpa, még semmi bajom nem volt. Amint pirosra váltott, választás elé keveredtem, hogy vagy átmegyek 80-nal a piroson, vagy fékezek és hazamegyek átöltözni, amilyen. Egyik se túl jó. De gyorsan körbenéztem, hát ha van valami kocsma, vagy étterem, ahol be lehet rohanni, egyetlen egy dolgot láttam meg, kimaradt egy ilyen választási plakát, Orbán Viktor vigyorog le rám róla, hát nem segít, azt kell, hogy mondjam, és neki alapvetően ilyen kárőrvendő mosoly van, tehát így ezt láttam a szemébe, hogy most véged van, öcsém, most nagyon csúnyán véged van. Ráadásul ez volt melléírva, hogy itt az idő. Én meg gondoltam, akkor jöjjön, aminek jönnie kell. De egyébként most már muszáj lesz lefogynom, mert már a csávó is megmondta a tévében, hogy dagadt vagyok. Van most ez a reklám, hogy bejön egy csávó. Emlékszel arra a fiúra, aki annak idején egész nap a téren focizott? Én emlékszem. Te voltál az. És most? Be tudod még kötni a cipődet? Hát basszus, én alig bírtam lenyelni a sört, hogy így... 10 000 forint havonta a kábeltévé, és ledagadtoznak, basszus, így... Hát jó, hogy nem küld el az anyámba, te tényleg, hogy... Álljál föl, dagadék, takar, hogy kifutni. Egyébként az emberek nem nagyon néznek reklámokat, de ha néznének, akkor tudnák, hogy azért idegbetegek, mert magnézium hiányosak. Ezt így hirdetik, hogy szedjünk magnéziumot, és akkor minden helyzetben önmagunk tudunk maradni. Hát múltkor én is beletoladtam véletlenül egy ilyen magnézium hiányosba. Meglehetősen agresszívnak tűnt. Mondtam neki, hogy figyelj, semmi baj, szerintem ebből vegyél be 2. Tükrödet meg kend le, bepantennel készen van integra. Köszönöm szépen a figyelmet.
Rádió kabaré egyik klasszikusa, a fényre sötétedő kislány, amelyet most egy újabb indokolatlan epizóddal folytatunk. Ennek címe Fényre sötétedő kislány és a horgászat. Pataki Balázs jelenetét előadja Hatházi László és Aradi Tibor. Apu, kérdezhetek valami butát? Te olyat nem tudsz. De tudok. Jó, akkor kérdezd, de csendben, elriasztod a halakat. Apu, én azt akarom kérdezni nagyon halkan, hogy most már kivehetem a horgokat az orromból. Úristen, hogy kerültek azok oda? Sötétben azt hittem, Ropi. Egyáltalán hogy lehet a Ropit összetéveszteni a horoggal? A Ropi az nem is ilyen görbe. Nem? Nem. Akkor inkább azt hittem, banán. De a banán nem szúr. Szépen üljél ide, és nézzük együtt, hogy lesz-e kapás. A halaknál? Igen, a halaknál. De a halaknak nincs is keze. Akkor hogy lehet közöttük kapás? Vagy van akkor a halaknál gerebjés is? Apa elmondja neked, a kapás azt jelenti, hogy a halak ráharapnak a csalira. Na. Az mi az a csali? Apa, apa, elmondod, mielőtt butaságot kérdezek? A csali az, amit a horok végére tűzött apa, és arra harapnak rá a halak, ezen a horgon most látod, kukac van. De apa, a vízben nem is él kukac. Akkor honnan tudja a hal, hogy azt meg lehet enni? Azért, mert a halak a vakontól származnak. A halak nem a vakontól származnak. De igen! Mert a vakond is úszik, csak ő a föld alatt és megeszi a kukacot. Szereti a halak kukacot, ez a lényeg, meg hogy maradjál csendben már! Apa! És a csalival lehet bármit fogni? Igen, csak az a bármi szeresse a csalit. Tehát, ha mondjuk én akarok egy pónit... Uh-huh. Ami mondjuk sűrűn előfordul... Tehát, ha akarok egy pónit, ami nem hal, akkor annak, ha bedobok az erdőbe egy rókát, egy pecabot végén, akkor lesz nekem pónim, apa, ugye? Nem lesz pónid, ezt már megbeszéltük, és ha sokat ugrálsz meg kiabálsz, akkor ebédünk se lesz. Apu, a halaknak van fülük? Nincs. Akkor miért nem szabad ordibálni? Mert apa azt mondta, azért. Apa, az miért van, hogy nem lehet érteni, amit a halak mondanak? Azért, mert a halak külföldiek. Nem, csak a halak nem tudnak beszélni, azért. Akkor azok nem is halak, hanem halk. És ezért a lovak se nem lovak, hanem lovk. Ugye okos vagyok, apa, ugye? Az vagy, az. És tudod, hogy milyen állatok élnek még a vízben? Igen, Gabi bácsi. De Gabi bácsi nem is állat. De anya azt mondta, igen. Meg azt is mondta, hogy a Gabi bácsi tojik mindenre, és él, mint hal a vízben. Akkor ő hal. Nem, Gabi bácsi nem hal, hanem esztergályos. És az esztergályost azt milyen csalival kell fogni? Féldecissel.
De ha a Gabi bácsi tojik mindenre, akkor én most hova üljek, apa, hogy ne legyek csupa Gabi bácsi is? Kislányom, nem kell minden szó szerint érteni, amit a felnőttek mondanak, jó? Jó, akkor a delfin. Mi van a delfinnel? Az is a vízben él, mert ő is egy hal, ugye apa? Okos vagyok, apa, ugye apa? Okos vagy, de a delfin az nem hal. Mert süket? Nem úgy nem hal, hanem ő is emlős, mint például anyád. Akkor dobáljunk anyának heringet, hogy átugorjon a karikákon. Anyád olyat nem tud, de a delfin az amúgy nagyon okos állat. Állítólag olyan okos, mint egy ember, ha nem számítjuk ugye a Gabi bácsit. Jó. Nézd, apa, ott úszik egy hal! Így van ez a dolga. Apa, apa, és a halaknak nem kell úszó gumi? Nem. És anyának? Most már neki se kell. Nőtt neki, látod? Meg karúszója is. Apa, én nem akarok butaságot kérdezni, de ugye a halak egész nap a vízben van. Igen. És apa, a hal gyerekek, akkor hogy fürödnek este? Meghempergőznek a homokozóba, hogy jó koszosak legyenek, mire aludni menne. Nem tudom, de kicsit maradjál már nyugton, jó? Hadd fogjak már pár halat. És apa, mit csinálunk a halakkal, amiket kifogsz? Csinálunk belőle halászlevet. És apa, azokkal a halakkal mit csinálunk, amiket visszadobtam? Te visszadobtad a halakat? Igen. Hát, ha arra harap a vízipóni. Vagy róka. Az önbeteljesítő jóslatok működnek a házasságban és a gyereknevelésben is. Imádom azokat a szülőket, akik a meredek betonúton lefelé szaladó gyerekük után üvöltenek. Jonatán, el fogsz esni! Ezzel kettőt érnek el, Jonatán megfordul és elesik. Másrészt mindenki a környéken odafordul, hogy mégis kiszivatta meg a gyerekét ezzel a névvel. Kovács András Péter El fogsz hagyni című jelenetét előadja Elek Ferenc és Murányi Tünde. Miért nem szeretsz? Mert miért ne szeretnélek? Nem szeretsz. El fogsz hagyni. Jaj, cicám, nem szeretem, ha ilyeneket mondasz. Ugye? Ugye? Megmondtam, hogy nem szeretsz. Ja, jó. Egy okot mondj, amiért ne szeretnélek. Én mondjak okot? Uh-huh. Hát te nem szeretsz. Már hogy ne szeretnélek? Mert kövér vagyok. Hát dehogy vagy kövér. De. Jó, kövér vagy. Tudtam. Egy anorexiás szupermodellhez képest. Szóval egy anorexiás ribanc miatt fogsz elhagyni? Hogy hívják? Nincsen senki. Szóval én egy senki vagyok. Nem úgy értem. És ki ez a sovány nő ezen a fényképen? Melyik? Na, ez a kis kurva, amelyik téged ölelget. Ja, ez te vagy 7 éve. Azt hiszem, te lekurváztál. Na, itt az ideje, hogy elhagyj. De nem, én nem akarlak elhagyni. Mert még erre se vagy képes, gyáva féreg. Mert miért lennék én gyáva? Mert elbújsz a konfliktus elől. De hát nincsen semmilyen konfliktus. Hát mert elbújsz. Na jó, ki vele? Mi a baj? Semmi. Ezt mondom én is. Akkor miért veszekszünk? De miért veszekszünk? Te velem ne kiabálj! De nem kiabálok! De kiabálsz! Ezt érdemlem 8 év házasság után? Ezt érdemlem? Már 8 év? Igen, már 8 év. És te neked mikor jutott eszedbe megünnepelni a házassági évfordulónkat? Minden március 4-én. Igen, és köztük? Hát egyszer se.
Pedig nagyon jól tudod, hogy mennyire szeretem az orchideát. Én nem tudom, 8 év alatt még egyszer sem mondtad. Na, ha ezt mondani kell, az már régen rossz. Jaj, ne csináld már! Hát hol siklottunk félre? Ja. Többet kellett volna beszélgetnünk. Hogy ennél is? Hát 40 ezer forint a telefonszámlám. Jaj, hát undorít, hogy milyen anyagias vagy. A kis anorexiás kurváidat vednek kilóra. Ne engem! Cicám én. Ne, ne élj hozzám! Úgy érzem, teljesen elhidegültünk. Na, ez nekem új. Na, miért, mikor voltál velem utoljára gyengéd? Tegnap este. Na jó, de előtte. Előtte, meg utána is. Nem, én éreztem, hogy közben másra gondolsz. Mire gondoltam volna? Hát a szupermodell barátnődre. Erics hozzá, majd ő megvigasztal. De én... Kifele! Ne ér hozzám! Hát te teljesen begőzöltél. Én most elmegyek sétálni. Kiszellőztetem a fejem, és pár óra múlva, amikor jobb belátásra tértél, visszajövök. Szavasz! Megmondtam, hogy el fog hagyni. Tűzoltókkal beszélgettem, és ők mondták, hogy régen úgy volt, hogyha volt egy durvább eset, akkor utána elmentek együtt, megállt a tűzoltókocsi a kocsma előtt, meghívott mindenki egy sört, és megbeszélték az eseményeket. Most bevezették azt, hogy van pszichológus, és kérdeztem, mennyire működik, azok nem isznak. Ez volt a válasz. Más munkáltatóknál is bevezették most már a pszichológiai teszteket. Tóth Szabolcs azt dolgozta ki, milyen is lehet ez egy őrzővédő cégnél. A jelenetet előadja Murányi Tünde, Hadházi László, Elek Ferenc és Aradi Tibor. Jó napot! Egy pszichológiai tesztnek fogom alávetni. Te nem vetsz alá sehova, mert végzek vele, de? Harcképtelenné tesztlik-e? Őrzővédő cégük vezetősége bízott meg azzal, hogy egy... A Karcsi? Igen, mondjuk Karcsi. De hát az én vagyok. Ezt beszoktad, anyukám, beszoktad. Akkor nem Karcsi. Csak pár kérdést teszek fel, könnyű lesz. Földrajz lesz, mert az nekem nem megy. Nem, nem lesz. Első kérdésem. Oltották ki már életét kisebb állatoknak? Gondolok itt kis cicára, tengeri malacra. Úgy érti, hogy a múlt héten? Én a múlt héten szabadságon voltam, nem értem rá, jó? Érdekes. Én is a tengeri malackára gondoltam. Aha, tehát igen. Igen. Annyi közös van bennünk. Nem gondolod, bébi? Bébi, mit gondolnak, hány százalékban lesz önökre nézve kedvező a jövő? Matekból se vagyok jó. Bocs, hogy nem szóltam az elő. És én is pont a százalékra gondoltam. Én még a gondolás elején járok. Na. Értem. Mennyire elégedettek a külsejükkel? Ne, mi bajon a kopaszokkal? Ez itt szórakozik velünk. De nem beszélünk inkább a te külsődről, baby. Jó, akkor ezt a kérdést ki is hagyhatjuk, lássuk a következőt. Könnyen válnak ingerlékennyé? Én nem. De ha még sokáig tart, kiütöm a beledet. Én csak, ha a főnök mondja, de akkor nagyon. Rendben, tehát gyakran. Amikor ide kerültek, az első nap az biztosan nehéz volt. Hogyan nyugtatták meg magukat? Én megvertem őt. Én miután megvertek, akkor őt. Én miután kétszer megvertek, vettem egy csokor fehér violát. Na ez az, fehér viola. Jaj, de szép. Mit csinált velük? Teletömtem velük az egyik csávónak a száját, mert mind ordibált, amíg fenyítettem. Úgy érzem, hogy önök az agresszivitásnak élnek. Hm? Egész egyszerűen utolsó undorító ocsmányférgek, akiket jégcsákkánnyal kéne szétrancsírozni a fejét. Nem rossz, nem rossz. Te, ezt le kéne írnunk.
Igen, Ödön sem tudott jobbat mondani. Volt valaki a Balaton Szándon, esetleg az kiáltson egy nagyot, hiszen a jelentkezés nem látszik a rádióban. Ez a ritka, tehát, hogy valaki volt és emlékszik is. Kovács András Péter a Balaton Soundról írt jelenetet, amelyet előad Lengyel Tamás és Janklovics Péter. Szevasz! Csöcsumesz ma kesz! Osz! KB? Á! Mizu? Jó! Azt? Szandon voltál? Voltam! Basszem! KB! Na és láttál ott engem? Hát láttam valakit, aki hegesztő szövegben szeletelt a térdig érő Balatonba. Figyú, az te voltál, vagy az avatár? Attól függ, nővel voltam? Egy fekete azt a démon nyalogatta a lábot. Né, az a pulim volt. És beszéltünk? Azt hiszem, de csak olyan általánosságokról, érted, amikről a fogorvosi székben szokás. Például? Na, Zora, KB. Ja, te mikor veszítetted el a kontrollt? Arra még emlékszem, hogy a második napon este pálinkát kóstoltam. Ja, azt vitted a kóstolóvödrödet. Ja. Nekem az utolsó emlékem az, hogy egy tetováló sátorba fekszem a hasamon. És mit varrattál a hátadra? Törölközőt, hogy legyen a strandra. Tűzőgéppel dolgoztak a fiúk, úgy hidd el. Azóta úgy hívnak a partó, hogy a Frotir Superman. És te hanyadik napon mentél le? Ó, mínusz egyediken. Már színpadépítésre olyat partiztunk. Én a mínusz ötödiken. Még aradtak. Figyelj, és te vonattal mentél? Hát nem mernék rá megesküdni. Arra emlékszem, hogy menetiránynak háttal ültem ilyen nagy ülésben. Akkor vagy vonattal mentél, vagy kb. Rávettél egy kamionost, hogy tolasson le Zamárdiba. Te mire gerjedtél? House-ra vagy minimálra? Figyelj, én abszolút így a minimál industriára. Kb. Péntek délután 300-an csápoltuk a 70-es úton egy ilyen útépítő brigádnak. Nekem meg elveszett az iPhone-om. Koncertzárás után a saját szívhangomra kellett partiznom. Amúgy te csajoztál? Ó, megláttam egy csajt. Nagyon rideg volt, figyelj, kb. Majdnem teljesen odajött. És te? Nekem kb. Befigyelt egy testfestett cici. Jó nagy, beton kemény. Na, és mi lett? Hát több órás tapi parti után vettem csak észre, hogy egy chopper tankját csöcsörészem. Én múltkor ugyanezért szakítottam egy bőrcsekivel. Mit? És te is feltöltős kártyával fizettél mindent? Mindent, csak néha összekevertem a kártyáimat. Úgyhogy most mínusz 20 000 van a személyemben. Csúúúú! Figyelj, ez úgy hidd el nekem, ez olyan ez a Balaton Sound, mint a Die Hard. Minden reggel atlétában ébredsz véresen és fáj a fejed. Ne is mondd, én kb. Arra ébredtem, hogy a nyakamban lóg egy tábla, utálom a drogos középvezetőket. És kb. Valami designer drogot próbáltatok? Ja, Celluxra ittunk vízhajtót. A semmi! Mi szemcseppentőt nyomtunk májva teára. 2 órán át mostuk a Völgyhidat. Tudod, mit toltam a múltkor kb.? Csempefényre betadin. Milyen hatása volt? Betoltam és 4 nap múlva arra tértem magamhoz Makón, hogy egy ifaplaton hagymát pucol. Na jól van, én léptem. Szigeten találkozunk? Ja, mindenképp. És miről foglak megismerni? Ott fogok állni, és azon gondolkozom, hogy te vagy-e az. Ha? Jó, akkor majd kérdezz már meg, és akkor tudom, hogy te vagy, jó? Tőled? Ha, vagy aki éppen ott van. Ja, ha addig nem találkoznánk. Ja, vagy nem emlékeznénk rá. Na, akkor szevasz. Csumesz! Ez meg ki a halál volt? Varga Ferenc József, aki jelenleg Tajvanon tartózkodik, távolból is a magyar helyzeten tartja
hüvelykét, és a traumatológián hagyott mikrofon című jelenetében a magyar egészségügy állapotát idézi fel. A jelenetet előadja nagyon sok színművész, Aradi Tibor, Mogás Dániel, Lengyel Tamás, Hatházi László, Murányi Tünde és Janklovics Péter. Matolcsi György bejelentette, hogy a 2013-as költségvetés a Traumatológia, tessék. Infarktus? Jó, tajszámot szeretnék kérni. Anélkül sajnos nem tudok segíteni. Kérem, ne kiabáljon, jó? Én is ember vagyok. Pillanat, hívnak a másikon. Traumatológia, tessék. Szia! Na, mi van? Voltatok? Jó volt? Na, jó van. Na, azt mondja, hatos számú beteg, műteni. De hát már tegnap megműtöttek. Ja, tényleg. Na, most látom, hogy tegnap se kellett volna. Ehhez képest túlélte, gratulálok. Elnézést, megint összecseréltük a beteglapokat. Hozzá vagyok szokva. Emlékszem, még meg sem születtem, már is 82 éves voltam. Jó, igen, régi szép idők. Akkor maga a Tóth Zoli bácsi, ugye? Úgy tudom. Bár ezek után nem csodálkoznék, ha a feleségem volnék. Doktor úr, ráér 5 percre? Igen, miért? Egy kereskedelmi tévé szeretne önnel riportot készíteni. Üdvözlöm, Ványi Gábor riporter vagyok, és az M5-ösön történt baleset egyik sérültjéről szeretném kérdezni. Hát hozzám biztosan nem hozták be. Nem baj, csak a következő szöveget kellene mondania. A beteg... A beteg kritikus állapotban van, létfontosságú szervek sérültek meg, de a család kérésére többet nem mondhatok. Értem, uram, infarktus, de tajkártya nélkül ne... Lecsapta, bunkó állatja. Elnézést kérek! Engem mert nagyon nagy lelki trauma ért. 2011-ben szerdán műtöttek, alveoláris hemorhagiával, de most meg poliarteritis nodosan van. Jó, tajkártyát kérek. Tajkártya? Az a zöld gomb, PIN kód zöld gomb. Nem, uram, az más. Jó, CT-röntgengép nem érdekli? Hetet zenél, digitális. Na jó, kérem, ne tartson fel. Jaj, már jó van. Gyereke, glasnost, perestroika, gyertek. Na, akkor tehát műteni. De hát most mondom, hogy engem nem kell műteni. Most akkor tulajdonképpen mivel hozták be? Mentőautóval. Na, azt kérdezem, hogy milyen betegséggel? Azt nem mondták. Csak értem, jöttek, mint a lávó. Azt mondták, hogy meg kell operálni. Igen, és ön erre mit mondott nekik? Azt, hogy a Kőszegi Béla bácsi egyje följebb lakik. De átugathattam én ezeknek. Mikor történt mindez? Hát még azelőtt, hogy a Béla bácsi meghalt. De a Béla bácsi miben halt meg? Gondolom abban, amivel engem behoztak. Doktor úr, megint jöttek a tévétől.
Irmai Péter, RTL, üdvözlöm, csak annyit kéne mondani... Tudom, vehetjük, figyelem! Tessék! A beteg kritikus állapotban van, létfontosságú szervek sérültek meg, de a család kérésére többet sajnos nem mondhatok. Doktor úr, sikerült bekapcsolnom a kis fekete-fehér tévét a néni mellett. Megy az olimpia, úszás van. De még senki sincs a medencében, gondolom azért csípol folyamatosan. Az EKG maga idióta. Tessék? Az EKG maga idióta. Ja, akkor már vége az olimpián? Vége van, csak nem az olimpiának. Vizitre kérek szépen mindenki. Dórika, tegye le a keresztrejtvényt. Múltkor is, mire kijött a poén, meghalt a beteg. Na. Nézzük, itt minden rendben van. Hogy érzi magát? Jó, ezt örömmel hallom. Holnap után hazamehet, ha tud. Nézzük tovább. Jó tudom, ő az, akinek műtét közben libatollat találtunk a hasában, igaz? Igen, mert elfelejtettük levenni róla a paplant. Nem értem. Hónapok óta bent van nálunk. Hogy még mindig nem épült fel? Pszichés alapon. Nem értem. Ház Jánosnak hívják, és a múltkor állítólag azt álmodta, hogy körbetartozás miatt visszabontották. Bandi bácsi maga sosem fekszik az ágyba, tegnap át most Google. Lenyelte a lázmérőt, és azóta olyan, mint a higany. Ha melege van, feláll, ha fázik, legugol. Jó van, akkor tovább. 9-es, igen, azonnali beavatkozásra van szükség. Bal kart amputálni kell. Mondom bal, mondom kar. Aranka! Igen? A pap doktor merre van? A 10-es műtőben. Nem tudna kijönni? Nem, mert őt műti. De miért pont a pap doktor kell? Hát mert valaki mondta, hogy a 6-osban a bácsihoz hívhatjuk a papot. Ja. Hát azt hiszem, mégiscsak meg kell operálni. Egy frászt kell, megyek haza. Nem, tegnap magába felejtettük az ollót. Még jó, hogy nem szurkált össze belülről. Hát persze, hogy nem, mert egy tálban van a csipeszekkel együtt. Jó, hogy az egész felszerelésüket nem pakolták belém. Hát mi tagadás, eltűnt néhány dolog. Ezért kéne magába belenézni. Én mindenre nyitott vagyok. De ugye ennél a műtétnél nem követik el ugyanazokat a hibákat? Nem, most teljesen új hibákat fogunk elkövetni. És ki fog operálni? Hát a... én? És mikor? Ahogy visszajöttem Londonból. Olimpia? Nem, ügyelet. Gyerekek, igaz, hogy a miniszterelnök ide látogat? Szerintem nem. Kedves hallgatóink, a Kabaré Klub balatonfüredi felvételének első részét közvetítettük. Összeállította és konferált Titkai Gergely. Munkatársak Bodnár Ákos, Bognár István, Czöndör Gábor, Nagy Gábor, Nemes Niki és Radvánszky László. A felvételt Kerekes Endre készítette. Gyártásvezető Kaiser Hajnal. Produkciós menedzser Nyilas János. Szerkesztette Sinkó Péter. A második részt mához egy hétre ugyanebben az időben hallhatják a Kossuth Rádióban. Ezt a műsorunkat hétfőn 23:05-kor megismételjük a Kossuth Rádióban.